utána jön az, hogy szext az alap. És lényeg az, hogy ne ugyanak, hogy véletlenül sem minden nap, mert akkor a lényeg veszik ennek azt a fekvés, nagyon fogjuk tudni, de a többit meg nem, hanem hogy mindig máshol, más fekvésben, és ha lehet más húron is. Mert nyilvánvalóan ehhez képest, ez... Valószínűleg maradtak ki dolgok, de miután ha találkozunk, akkor úgyis meg eszembe fog jutni, és mondanám a lényeg az. Vagy igyekszem valamilyen utóbb módon ezt, hogy mondjam, összegezni annyira, hogy ezt vagy leírni, vagy hát DVD formájában valahogyan kiadni, mert tényleg kár, mindjárt szerintem legalábbis. Vannak példák, a Farkas Olíviát, nem tudom, hogy ismerős Hencsegé, ő azt hiszem az egyik legjobb példa arra, hogy én nagyon kicsi voltam, amikor találkoztunk 96-ban, és akkor hát ezeket úgy nagyjából elmesélgettem, hogy miről van szó, és hát ez szerint lett gyakorlatilag okratva, és technikailag semmi, tehát teljesen abszolút semmilyen problémája nincs, és tudja, hogy ez egyébként mekkora elő neki, bár hozott órákra olyan, tudom én, Walter Despárra tudok, tehát én most tudtam, ilyen van. Rendkívül nehéz, ugye a Walter Despár is elista, ő tudja, hogy mit lehet, meg mit nem, de azért, ha az egyszerűt leírta, akkor azért az nagyon nehéz, és minden megerőltetés nélkül szinte ez alatt, ott ezek nem kérdés, mert készségé alakult ez a fajta dolog. Valami, tehát a stalkernél nyilván sokan vannak olyanok, akik ilyenek, hogy hát látszik a készség. Amúgy meg ugye azt elkerülendő, hogy hát a stalker most hány éves már? 82. Hogy tehát csellózik még, anélkül, hogy fájna valami. Ha valami okból nem játszik dolgokat, az azért van, mert egyébként fizikálisan nem szeretnék mondjuk a dorzsákot végigjátszani, illetőleg itt fárad el, mondjuk a 6. szvit, tehát nem játsz, hogy ez durszvitet, mert hogy elfárad a megfelelő izom, tehát ennyi éves voltam. A szemben mondjuk, nem tudom, kit mondhatnék, aki a másik voltán párizó, akinek műtétei és nem tudom milyen kezelésekre jár, mert fiziológiára, nem tudom, szóval nem ugyanaz, és akár zenekari ülés közben is egyébként lehet ezt figyelni, kertni az emberek magát lehet gyakorolgatni, és nem mindegy, azt szerintem az ember, de egy fájdalmak, ha én ő egy oldás, akkor élj le a cselista voltát, vagy hát alkalmazkodva az adottságokhoz, az emberi voltához. Jó, hát kell azt hiszem, hogy kérdés, akkor jól tenni. Én bármit még kérdezni. Én tudom, hogy a jójomának van valami gerinc protézis, az is. Hát az, hogy mennyire függ össze, az tényleg gerinc műtéte volt, és van beépítve egy ilyen cső, igazából a gerincre mellé. Amelyik tartja helyette? Vagy? Hát most milyen pontosan funkciója, ezt nem tudom már, ez csak az egészet onnan, ahogy meg, hogy ugye sokat cselózik hátra tőle, és azt sokan utánozzák, mert milyen jó.
És de ő ezt egyébként azért csinálja elsődlegesen, mert úgy nem fáj. Mert hogy szegény. Tényleg nagyon jó hátadővel csehozni bizonyos dolgokat, de valamit nem lehet, ugye, mert amire az előbb beszéltünk, hát elveszik a súlyt. Tehát egy lassú, méneklő dolgot lehet így, mert az, ahhoz nem kell annyi, akkor a súly nem kell virtuózítása, többi, de... Vagy hogy miért laposan rakja, akkor én is laposan rakom ugye az ujjamat. Hát azért rakja laposan, mert ugye kínai számolását tekintve genetikailag más egy kicsit, mint mi, és vékonyabbak, kevesebb hús van az ujj végén, és ő viszont szempontot szeretne. Kénytelen úgy rakni, ugye, hogy laposan, hogy máshogy szóljam. Úgyhogy lehet ezt követni, mert nekünk is még szebb lesz, csak hát szinte nálunk nem feltétlen. És akkor még egyet a szabad kérdés. Vannak ugye ezek az izomkörök, egyel, kettővel, bármelyikkel. Ehhez képest nagyon gyakori hiba, hogy azért, hogy még jobban le legyen fogva, egyfajta szorítás van alulról, egy ilyen ellennyomás a hüvelykújnak. Ugyanakkor van az egész, hogy függ össze a lógatással, meg a karsúlya. Ez a négy együtt, ez már sok. Hát elvileg az erőt a összehúzáshoz, az a karsúly kellene, hogy adja. Tehát ez a fajta csimpaszkodás, ez világos, csak akkor ebben... Tehát ez nagyon, nagyon könnyen túlértékelődik az hüvelykúj. De ugye hát annak azért egy nagyon fontos funkciója van, mert nem, tehát az a csimpaszkodás, az hogy lógás, mert a hüvelykúj nincs ott, az biztos, hogy ahhoz vezet, hogy itt mehetszik be ezek a hosszantinnak. Csak akkor az gond. Tehát az mindenképpen az a lényeg, az, hogy hátul, és aztán ez mind egy ilyen csipőfogó, vagy nem tudom, ez csak együtt ér. Ez külön izomkörök nélküli újak nincsenek. Az első ujja nem lehet, vagy másikkal úgy játszani, hogy a hüvelykúj nem fog ellent. Ugye ezt, nem is tudom, hogy lehet ezt. Ja, kézfogástán. Ki lehet próbálni bárki? Hát fiúk elsősorban. De hogy valakivel kezet fogok úgy, hogy hátradőlök, vagy úgy, hogy így előredőlök. Ugye nyilván jó van nagyon. De miért? Hát azért, mert ugyanúgy ott van a karsúly, az erő, ami onnan jött, az átalakul hát a marok fogásnál. Most ugyanez marok téma van itt is. Ahhoz kell az, hogy onnan jöjjön. Nagyon sokszor és nagyon gyakran kialakul, és pláne ha ez állandósult, akkor majdnem kilátástalanak tűnik el. Ebben a skálában mindenképpen meg lehet oldani, mert ez ugyanaz, mint a vonónál, ha mennyire, akkor ezt lehet megcsinálni. Ki lesz próbálni? Jó, hát kíváncsi vagyok, remélem. Én is. De nekem pozitív tapasztalataim van. Ugye lehet ez három oktávon, mert itt is lehet. Piano, ne álljon le a vibrátort, elolajol az nagyon fontos be. Kétkésfüggetlenítés, illetve... Ez egy kérdés, akkor kérdezhetek. Lehet, hogy ezt a rá fogsz térni, szerintem azért hallgat mindenki, meg gondolom. A ügyvégekben van a legtöbb érző, hogy mind az angorába, ugye angol indul ki, legyen a mindenki. Csak azt hiszem, hogy lesz annyira az, mert ott már ez az izom lehúzza. Innen én átmegyek a következő húsaim, fölötte tartom közel, akkor az már nem laza. Akkor az biztos, hogy kézzel még valami, mert itt már még jobban feszül, és egy minden egy. Kezdeni, mert 11-12 éves korban eleve sajnos el kéne tudni, már ötletésben lesz, akkor viszont már érdemes egy egészséges
fajta módon áll, az izmok izületeket változtatni lényegesen, azért nem híve nagyon a versenyeknek, mert azt mondja, hogy azt, amit az embernek például egy szó, az szemmali világ, ugye. Most függetlenül, hanem ő szervezett valahol, azt hiszem, Rióban. Gibált az ember akkor nem volt vagy képes csalózni, mert azt mondja, hogy ugye attól, hogy mondjam, által a hátán a szőr, mondja, hogy semmi, de már. Ő ilyen szempontból az iskolában, és a fogásban azonnal, és valaki nem tudta, akkor nem az ember kiátsza magát igazából. Tehát ha 3-4 hétig ugyanazt akarnak foglalkozni ebben a kottával, hogy a kezel ügyébe akad, hogy a fogólapot, hát amikor még nincs önt a hüvelyek, ugye negyedik már nem, illetőleg a hüvelyekben ide jövünk, akkor azt nem így kezdődő elmélete a gyakorlatilag tartani, mert a 2-3, meg a 2-4, hanem 1-3, tényleg nagyon jó hátadővel csalózni bizonyos dolgokat, de van, amit nem lehet, hogy máshogy szóljam. El legyen fogva, egyfajta szorításban alulról egy ilyen ellennyomás, amiben még együtt, ez már sok. Hát elvileg az erőt, de ugye hát annak az egy nagyon fontos funkció. Hát tudom, hogy ezek még igazából délután ugyanígy szóba kerülnek. Akkor most tulajdonképpen előtt vagyok, és akkor egy kö.